elmélkedések a szűzanyáról, arról, hogy melyik imádság a legkedvesebb neki. Talán még soha nem volt annyira sok napra kész látnok, mint korunkban. Nem véletlenül intett Marie-Julie Jaeny, a 19. század misztikusa. Számtalan, hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akár csak egy légraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben, a maga hamis jelenései által. Idézet vége. Rényon Szent Lajos tanítása nyomán is azt mondhatom, hogy napjainkban inkább, mint bármikor, körültekintőbben kell megválasztanunk imáinkat és Mária tiszteleti gyakorlatunkat. Mert egyre több a hamis látnok, mondja Szent Lajos, és egyre gyűlnek a hamis ájtatosságok is, amelyek könnyen igaziaknak tűnhetnek. Az ördög, ez a hamisító, szüntelen igyekezete a megtévesztés és az evangéliumi hittől való elhangolás, a rosszul végzett imád, mintegy az öntetszelgésben altatva el a híveket. Amiként a pénzhamisító csak aranyat és ezüstöt próbál utánozni, és másfémet nem, akként a gonosz lélek is csak a legértékesebbet igyekszik meghamisítani, és semmit sem oly gyakran, mint a szent áldozást, a Mária tiszteletet, a Jézus iránti áhítatott a szentségi gesztusok elhagyásával. Tehát először mindig nézzünk utána a forrásnak, elkerülendő az ima fogalmazványokat, és csakis az egyházilag jóváhagyott imákat, legelsősorban a szent olvasott imákhoz. Idézet vége. Zárszóként még annyi, hogy a Szent Rózsafüzér imái, a mi atyánk és az üdvözlény Istentől való szavak. Ellentétben az emberi fogalmazványokkal, melyek búcsúértéke csekély, viszont sikeresen elterelnek az érdemszerző ájtatosságoktól, és ez a céljuk.